Még januárban Runi 11-esének hárításával robbant be a nemzetközi foci életbe a magyar Bogdán Ádám. A Bolton kapos azután kihagyhatatlan lett csapatából. A Bolton kiesett, Ádám most eljön hozzánk, a, miatt azonban vele beszélgetünk. Nézzük meg az ominózus büntetőt, és Babósi András kapus edző véleményét Ádámról és a magyar kapusokról. Runi tehát, és Bogdán megfogja! Büntetőt véd a magyar kapus az Old Traffordon! Ádám ő már a következő generáció, aki tudatosan, felépítetten, üzletszerűen, nem csak a szőnyeg alatt, hanem abszolút szakmai alapokon ment ki egy nagyon komoly csapathoz. Ez már, ez már az a, az a abszolút tudatos kapus választás volt. Te mit javasolsz az Ádám után következőknek? próbáljanak Magyarországon védeni, NB1-ben kezdőként néhány évet, vagy hogyha megkapják nagyon fiatal a lehetőséget, hogy már ifistaként csatlakozzanak egy nagy klubhoz Nyugat-Európába, akkor menjenek. Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Hú, nagyon nehéz kérdés. Ezt mert... egyénenként kell megvizsgálni? Hú, igen. Mert azért, mert pszichológiai poszt. Tehát ezt tudni kell az, hogy most itt, 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 nincsenek sablonok. Tehát a kapusposzt az, az egy 50 technika, erőllét, edzésmunka, fizikai felkészítés, és 50% pedig pszichológia, személyiség, és, és, minden, minden olyan, ami nem igazán mérhető. A kettőt kell összegyúrni. Na most te, ez minden embernél más. Tehát valakinek én most azt ajánlom, beszélgettem egy mb 1 es kapussal, aki fiatal, most került be az mb 1 be jó, jó, nevű csapatban van, én dolgoztam vele, mint, mint Uh, utánpotáskorú játékos és mondtam neki, hogy nehogy kimenjen külföldre, hanem abban a csapatban, ahol most van, nb 1 be ott védjen egy-két évet. Mert ilyen a habitusa. Egyrészt azért, mert most le, van is lehetősége rá, jó is az, ahol van, so sokkal többet ér az, hogyha most egy kapus, jó kapusedzővel, egy jó NB1-es folyamatosan tud védeni és utána már, mint kész kapus tud egy komoly csapathoz eligazolni. Van olyan játékos, akinek lehet, hogy azt, azt mondanám, hogy, hogy most ebben meg. a szituációban, ahol most ő van, az ő személyiségével, az ő lehetőségeivel, abban a bizonyos szituációban és megkeresést esetleg történt, akkor menjen. Menjen, mert ez egy, jó, ez egy teljesen más helyzet. Tehát Ádám lett az évi játékosabb a boltonban, a szurkolók, meg egyébként a BBC szerint is bevédte magát a válogatottban. Angliai vetélytársa távozik a csapattal, úgyhogy izgalmas a folytatás is számára. Bogdan Ádám a vendégünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Ádám, hogyha csinálsz magadnak egy gyors számvetést az évről osztályzat 1-től 10-ig, ahogy ezt a nemzeti sportban csinálták és szokták csinálni, te hányast adsz magadnak az egész évre? Hát én azt gondolom, hogy nem, én nem szeretném magamat osztályozni, én csak annyit tudok talán elmondani erről a, a az évről, hogy ketté tudom venni a, a, a szerep, és hiszen a csapattal sajnos nem sikerült a benne maradás. Ez egy olyan negatív dolog, amiről, ami mellett elég nehéz elmenni. Ugyanakkor az, hogy, az, hogy sikerült beverekednem maga, magamat, a csapatba, és egy, úgy érzem, hogy jó teljesítményt tudtam hozni, ez, ez viszont a pozitív rész az évnek. Um, szóval összességében így tudom értékelni az évet remélem, hogy jövőre össze a kettő találkozik, és egy feljutásnak fog majd örülni a boltonnal. Na most nem kezdődött jól. Goodison Park előjön a rémálmaidban? Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan érdekes, érdekes meccs volt. Ilyen gólt azért nem minden kap az ember. Bár én azt gondolom, hogy a, tulajdonképpen a, az emellett a negatív momentum mellett azért rengeteg pozitív volt azon a meccsen, hiszen főleg azért is, mert meg is nyertük. És hát a kapus kolléga volt a legelső, aki azt mondta, hogy szóval ezen nem lehet mit kezdeni, és vigasztalt téged a nyilvánosság előtt is. Aztán kivérted Runi 11-esét, és itt az az én kérdésem, hogy előtte meg egyáltalán az ilyen 11-es lövökből mennyit készülsz külön? Hát ezt elmondtam már talán sok, több helyen is, hogy ez nem titok, hogy nyilvánvalóan próbáljuk megnézegetni, hogy, hogy, hogy merre felé rúgta az előző 11-eseket. Ez egy segítség számunkra ebből próbáljuk ugye, vagy próbálom levonni a következtetést, ez nem mindig sikerül, ez esetben sikerült szerencsére eltállni a jó oldalt. Na most a válogatott sem alakult számodra egyáltalán rosszul, onnan a kapuból hogyan láttad te, meg hát a kapunk kívül is a, a válogatottnak a teljesítményét, mennyire biztató ez a vb nézve? Ez a társaság. Én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon jó kis társaság kezd kialakulni. Ez az elmúlt két mérkőzésre visszatekintve ez a két eredmény azt gondolom, hogy, hogy nagyon szép volt, és emellett stabilabbá váltunk szerintem, védekezésben rengeteget fejlődtünk csapatszinten, ez meg is látszott abban, hogy tulajdonképpen akció volt, nem is tudott, tudott az ellenfél rúgni az utóbbi két meccsen, az abszolút bizakodó vagyok. Ugyanez az úton kell tovább haladnunk, és, és maximálisan fölkészülni a vb helytezőkre, hiszen hiszen az a cél, hogy kiussunk a vb re Amellett nyilvánvalóan, hogy, hogy nagyon nehéz csoport vagyunk, és nem mi vagyunk az esélyesek, de én azt gondolom, hogy más, hogy nem is állhatunk hozzá. Csak úgy, hogy meg kell nyerni a csoportot. Ha nem is megnyerni, de egy olyan. olyan Vagy a legjobb második. Így van, 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 egy olyan, olyan pozícióba kerülni, amivel esélyünk van arra, hogy kijussunk a vb re Mondom még egyszer, természetesen nem vagyunk esélyesek, de fociba bármi megtörténhet, és én bízok benne, hogy egy, egy összeszokott csapat alakul ki. Akkor ez lehetséges lesz. Most pihensz, imádok itthon. Még egy kicsit tart a hazai vakáció, igaz? Így van, még két hétig. Mindez alatt az Európa-bajnokságot nézed? Ö, igen, nyilvánvalóan, amikor van lehetőség, most elég sokat tudastam az utóbbi időben, Ö, de de nyilvánvalóan figyelemmel követem. Ádám, van olyan kapus, és most nem a legnagyobb menőkre, meg a, meg a leghíresebbekre gondolok, akiknek a, a, teljesítménye, mentalitása itt most az EB válogatottak közül neked különösen tetszik? Nyilvánvalóan én, én megmondom őszintén, ugye, hogy, hogy akiket ismerek, csak azokról tudok, tudnék beszélni. Hát a Joe hát, ugye, akit én, én nagyon régóta, mióta kimondjuk Angliába tulajdonképpen, talán még az első meccseim között volt a Manchester City ellen, amikor játszottunk, és ő is a Rizőrbe játszott egy meccset, meg én is, tehát onnan ismerem még. Őt nyilvánvalóan különösebb képen figyelem, és abszolút, abszolút nagyon tetszik a hozzáállása és a mentalitásnak meg a teljesítménye, tehát őt tudnám így kiemelni. Egyébként így az Európa Vajdonságban láttál itt a, a kapusok mentalitásában bármifajta divatot vagy trendet, újdonságot, vagy kapus szempontból ez nem különösen újdonságot hozó elbő? Nem, nem hiszem, én azt gondolom, hogy, hogy ami, ami érdekes az, hogy hogy, hogy, hogy tudnak ugye felkészülni egy egy, olyan, egy, hosszú szezon után egy olyan tornára mennyire, ez számomra ez érdekes, hogy mennyire tudnak profik lenni, és mennyire tudnak oda koncentrálni, és ez, ebből rengeteget lehet tanulni a, a ezekből, ezektől a játékosoktól. Mindig nagy téma szokott lenni az ilyen kontinens tornák, meg világversenyek előtt a, a, labda, a labda súlya, az új labda, amit ezekre a vetélkedőkre kifejlesztenek. De mennyire vagy így labdafüggő? Hát van azért meghatározza a kedvemet, hogy mondjuk milyen labdával játszunk. Tehát amikor kapsz egy új típusú labdát, akkor ennek a, a, a belövése vagy bevédése, a szó jó értelmében, az mennyi ideig tart? Hát ezt, ezt meg kell szokni. Tehát ugye mi játszunk egyfajta labdával kint Angliában egész évben, amikor ugye válhatatlanul jövünk, akkor más, más típusú labdával játszunk. Kupa meccseken is más labdák vannak, azért ehhez kell, én azt gondolom, hogy azért egy-két hét alatt meg lehet szokni. Nyilvánvalóan vannak olyan labdák, amiket jobban preferálunk, mint kapusok, de meg talán játékosok is, de ez, nem, ez olyan dolog, ami nem lehet változtatni, és ezzel együtt kell élni. Ez egy, hát ez egy olyan dolog, amit meg, meg, ezzel meg kell birkozni, de lényegében mindegyik labda gömbölyű meg pattog, úgyhogy... Igen, meg be is tud menni, meg ki is lehet védeni. Hát, Ádám, ha már szót arra, hogy a védekezés szerinted a válogatottnál sokat javult, és én is azt gondolom, hogy, hogy kulcskérdés lesz a, a, magyar válogatott esetében, hogy minél jobb és masszívabb legyen a védekezés. Te mennyire vagy kapusként ilyen parancsnok fajta, aki irányítja a védelmet? Én azt gondolom, ez hozzátartozik a, a, a pozícióban, hogy hogy megpróbálni olyan információkat adni a védőknek, vagy az előttem játszó játékosoknak, ami, ami direkt és, és abszolút időben kell, hiszen, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy, a, hogy a védelem vagy a csapat szervezet legyen. Nem gondolom, hogy én nagyon, nagyon, -nagyon őrült vagyok ilyen szinten, de, de, az biztos, hogy végigbeszélem a, a meccset, és próbálom, próbálom információkat átadni. Boltonban is. Boltonban is, igen ott fel sem vetődött benned a kiesés miatt, hogy esetleg elmenjél? Én azt gondolom, hogy, hogy erről talán egy picit korai beszélni, de azt gondolom, hogy nekem két éves szerzésem van Boltonban, még nagyon jól érzem magamat ott. Első számú, első számú célpont számomra az, hogy védjek továbbra is stabilan. Én azt gondolom, hogy Bolton ez egy, ez egy jó, jó hely ehhez, hiszen, hiszen a szurkolók szeretnek, a játékosokkal nagyon jó kijövök megszoktuk az életet ott, úgyhogy, úgyhogy ezek ezek nagyon fontos dolgok. Természetesen nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de de én azt gondolom, hogy amit már erre mondtam, hogy két évig, két évig a szerződésem van. Uh -huh. De azért van ez a kérdés nyitva a számodra, mert még ebben az átigazási szezonban is érkezhet olyan ajánlat, amin el kell gondolkodni. Egy csak azért hagyom nyitva ezt a kérdést, mert mert ez ugye nem, tehát hiába bármit mondhatok, hogyha esetleg az, az élet úgy hozza, hogy máshogy hozza, de, de egyelőre én nem tudok ilyen, ilyen jellegű dologról, úgyhogy, úgyhogy, én azt gondolom, hogy, hogy arra készülök, hogy voltam a fog fedeni. De hallasz kérőkről? Nem. nem. meg nem is nagyon foglalkozok vele. Tehát arról az, hogy a, esetleg az újságokban, vagy, vagy valahol, megmondom szinte nem követtem figyelembe, hogy vannak-e ilyenek, azt, a, arról, de nem is nagyon figyelnék oda rá. De nem okay. az a fajta ember vagy, aki így a búja magáról szóló híres, ja, nem. híreszteléseket. Ja, nem, azt megkagyom a családomnak. <gül> <gül> ők nem elkérdezik kérdezik tőle, hogy igaz-e. Ugye elmegy a fő riválisod, ez valószínűsítheti azt, hogy még jobban stabilizálódik a helyzeted? Én, igen, nem tudom, ezt, ezt nyilván van az élet nem lehet, nem lehet tudni, hogy mit hoz. Ö, igen, Jussi, Jussi, eligazolt, és ezáltal, ezáltal Tulajdonképpen én vagyok a klubnál egyelőre egy olyan játékos, aki a kapusok közül, akinek, akinek van tapasztalat a Premier League-ben, vagy a, a meccseken, hiszen alattam két fiatal játékos van. Meglátjuk, hogy, hogy, hogy alakul, természetesen nem szabad háthedölni, ugyanúgy kell készülni. Azt gondolom, hogy, hogy ezzel nem lesz probléma. Talán úgy érzem, hogy pozíció vagyok, de, de ez csak addig van így, amíg, 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 teljesítek. Viszont elmegy a kapus igazgató is, igaz? Igen. Fred Barber, és ő, 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 nagyon figyelte a te fejlődésedet. Me, mekkora hatással volt ő, ő, rá, ő, rád? Hát természetesen, amikor én kikerültem, kikerültem boltomban, akkor ő volt az, aki, aki az igazolásra. Hiszen hozzákerültem közül táborába, ott, ott volt egy ilyen próbajátékom. És természetesen rengeteget, rengeteget edzettünk, és rengeteget fejlődtem a keze alatt. Az utóbbi időben ugye már nem ő dolgozott a, a, felnőtt csapat kapusaival, hanem ő az irányította az egész kapus koncepció kialakítását, meg az utánpótlásba is beleszólt. De, de az tény, hogy, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon, 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 hogy mondjam, rengeteget fejlődtem a kezelet, hiszen egy eléggé kemény, vágású ember, tehát, tehát azt gondolom, ez kellett hozzá, hogy megkeményedjek. Mekora, mit tudsz róla, mekkora változások lesznek egyébként a, a keretetekben? Megmondom őszintén, de fognak meglepetések érni? Biztos, hogy lesznek. Mindig, mind, azt gondolom, hogy mindig vannak, minden nyáron vannak olyanok, amiket én, mi játékosok nem is tudjuk, csak akkor, amikor megérkeznek az új játékosok. Az, az eleve egy nagy változás, hogy egy rengeteg játékosnak lejárt a szerződés, és abból ö, nem soknak hosszabbították meg egyelőre. Ö, tehát ez biztos, egy nagy változás. Remélem viszont az, hogy, a, hogy, a, hogy az a mag, ami, amivel az a feljutást elérhetjük, az egybe marad. És Az nem kérdés, tehát mint célkitűzés, hogy azonnal vissza kell. Én azt gondolom, hogy igen. Ez más nem is, más nem is lehet, nem is tudok elképzelni, hiszen igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez így lesz. Van szerinted esély arra, hogy a következő a Fabrice Muamba közöttetek legyen? Ja, egyre jó híreket hallok egyébként, Néz, olvas, el, el viszont olvasgatok, hogy ugye az, az, már maga egy csoda, hogy egyáltalán köztünk van, és, és ez lenne a következő csoda, hogyha vissza érni. térni. Azt gondolom, hogy egyre több ilyen hír van, úgyhogy még akár ez is bekövetkezhet. Ádám, és akkor most, hogy befe, befejezzük a beszélgetést, egy év múlva ilyenkor, hogyha folytatjuk, persze hamarabb is, de ha egy év múlva ilyenkor mérlegelünk, akkor egy visszajutás meg a, meg a válogatottal egy második hely az úgy a teljes elégedettség. Én azt gondolom, azt gondolom hogy igen, remélem, hogy ez be is fog következni. Hát akkor még egy kis pihenés neked, amennyi köszönöm. van, aztán jó felkészülést. Nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm.